És üdvözlöm benneteket újra a csatornámon, egy őszi, téli, őszi haul videót hoztam most nektek. Tudom, hogy nagyon szeretitek ezeket a videókat, bár annyira gyakran nem szoktam csinálni ilyet. Ez azért is van, mert nem szoktam nagyon gyakran vásárolni. Tényleg vannak olyan periódusok, amikor hónapokig nem veszek magamnak semmit. Nem bánom, nagyon-nagyon sok olyan ruhám van, ami nagyon régi, azokat szoktam hordani, ugye tudjátok biztos páran, hogy volt nekünk egy ruhás üzletünk, sok-sok éven át, Nagykárolyban és Szatmár-Németiben egyaránt, de ezek a boltok már nincsenek, már nem foglalkozunk ruhával, úgyhogy nagyon szerencsések voltunk innen ezzel nagyon sokáig, mert tényleg helyben volt minden, bármit hazahozhattunk magunknak, úgyhogy úgymond ruha szempontjából mindig el voltunk intézve, értitek? Most pedig, amióta nincs ruhásboltunk, azóta azért picit nehezemre esik, nem tudom, nem szeretek egyébként boltról boltra járni, próbálni, stb., úgyhogy nagyon ritkán fordul elő, leginkább online szoktam vásárolni, ami nekem bejött, tehát én szeretek online vásárolni, nagyon, és hát ugye annyira modern már ez az egész, meg annyira könnyen működik ez az egész, hogy bármi, ami nem tetszik, azt visszaküldheted, visszakapod a pénzed, ingyen visszaküldés van legtöbb helyen, szóval ilyen szempontból tényleg ez sem jelent már problémát, úgyhogy leginkább online vásárlások lesznek majd ebben a videóban, bár van egyébként rendes vásárlás is, Zara, azt hiszem, Stradivarius. Úgyhogy igen, másodjára veszem fel ezt a videót, mert nem volt jó a mikrofonom, végig recsegett, ropogott, és csak utólag vettem észre nyilván, úgyhogy remélem, hogy most nincsen vele semmi gond, illetve a telefonomon is elindítottam egy ilyen appos dolgot, ami elvileg veszi a hangot, úgyhogy ha minden jól megy, akkor ez a videó most már rendben lesz, de ebben azért nem vagyok 100%-ig biztos. Szóval vágunk is bele, elég sok dolog van itt, és előre szólok, hogy az ilyen felpróbálós rész nem lett annyira profi. Nehezen tudtam megoldani egyedül a kamerával, nem vette be az egész testemet úgy, ahogy kellett volna, de azért bízom benne, hogy valamennyire megfelelő lesz számotokra, és a lényeget azt látni fogjátok azokon a felvételeken is. Nem igazán tudom, milyen kategória szerint haladjunk, de úgyis minden link lent lesz az infoboxban, tehát ugrani fogok egyik boltról a másikra valószínű, de értitek. A kabátokkal szeretném kezdeni. Kettő kabát van, amit mostanában szereztem be. Egyébként ezeket, tehát az About You rendeléseket Instán is bemutattam nektek egy mini haul keretein belül. Azért bízom benne, hogy ugye vannak itt olyan követők YouTube-on, akik nem feltétlenül néznek Instán, úgyhogy nekik biztosan új lesz ez. De nem csak a About You lesz ez az egész haul, hanem nagyon sok más minden is még bejött. Szóval ezt a kabátot, maci kabátot rendeltem magamnak, képzeljétek el. Igazából fekete kabátom volt, ilyen kis rövidebb fazonú, oversize rövidebb fazonú zárás, és szerettem volna valami bézsesebbet, hát igen, bézs kabátot rendeltem magamnak, ami ez a maci típusú, tudjátok milyen az ilyen puha az anyaga, bár nem, tehát nem annyira nagyon-nagyon puha, olyan kabátos anyaga van, ami kifejezetten jó szerintem, tehát nem az a nagyon plüssös, hanem picit ez a kabátos, de puha és egyáltalán nem zavaró, tehát engem amúgy sem szoktak szúrni az anyagok, de szerintem ez amúgy sem az a szúrós. Ez egy 38-as, ha jól látom, igen, és szerintem jó, én amúgy sem szeretem, hogyha nagyon-nagyon szorosok rajtam a kabátok, mert ugye pulcsit veszek alá, nagyon szeretek rétegesen öltözni, úgyhogy engem az nem zavar, hogyha picit nagyobbnak tűnök benne. Szerintem a hossza is kifejezetten jó, nem az a nagyon rövid, mert az tud inkább macis lenni szerintem, és nagyon meleg nyilván. Engem nem érdekel, ha macisnak nézek ki, vagy macinak nézek ki, akár. A lényeg az az, hogy ne fázzak, utálok fázni, tényleg utálom a hideget, meg utálok fázni, úgyhogy én ilyenkor mindent bevetek. Úgyhogy szerintem ez egy tökéletes választás lesz. Vettem magamnak egy bézs pokacsizmát, azt is ide hozhattam volna, ide is fogom hozni, bemutatom nektek, és ahhoz gondoltam, hogy ez tökéletes lehet, ez is tökéletes lehet, úgyhogy ez az én első szerzeményem, és ez egyébként About You-ról van. A kettő zseb elő pedig kifejezetten jól néz ki szerintem rajta, úgyhogy nekem úgy, ahogy van, nagyon tetszik. Aztán jön egy másik kabát, ami ugye egy picit más, egy sokkal vékonyabb kabátról van szó. Elég hosszú, mint láthatjátok, fekete gombokkal, picit olyan elegánsabb talán, ez is a About You, ez egy 36-os, ez sem nagyon passzos rám, úgyhogy tökéletes. És el kell, hogy mondjam azt nektek, hogy mióta megvan, folyamatosan ezt hordom, nyilván azért is, mert nagyon jó idő van kint, és nem fázom még benne, de annyira szeretem, annyira jól tudom kombinálni igazából bármivel, hogy ez egy olyan darab, ami
ami nem is tudom, hogy hiányozhatott eddig a gardróbomból, egyszerűen imádom. Majd mutatok egy szettet, az is itt lesz, amivel nagyon szeretem hordani ezt a kabátot, és nagyon sok üzenetet is kaptam már ezzel a kabáttal kapcsolatban, szóval szerintem nektek is nagyon tetszik, meg úgy amúgy ez egy olyan kabát, ami egy Jolly Joker darab mondhatjuk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt megrendeltem. A másikat, az előzőt, azt még nem volt alkalmam használni, mert nem volt annyira hideg. De szerintem azt is nagyon fogom szeretni, biztos vagyok benne. Igen, nagyon-nagyon sok zakó lesz ebben a videóban. Igazából nem direkt, mármint nem szándékosan, hanem ez így alakult, szeretem a zakókat. Rég vásároltam magamnak zakót, úgyhogy most itt van egy pár, egy jó pár. Kezdem az egyik legextrábbal, ami így néz ki. Lehet picit ijesztő így elsőre, vagy szokatlan, főleg a színe, de nekem nagyon-nagyon tetszik. És van rajta egy ilyen vastag öv is, és képzeljétek el, ezt ASOS-ról vagy ASOS-ról rendeltem, és ezt úgy vettem észre, hogy egy kosztüm, tehát egy szedben volt végül is, van hozzá nadrág is, csak a nadrágból már nem volt a méretem, szóval szerintem ez másnak is nagyon tetszhetett. Azóta folyamatosan vadászom, hogy visszajöttem már, de még nem találtam a méretemben. Úgyhogy megrendeltem ezt a zakót, és gondoltam, hogy ez igazából jó lehet másik nadrággal is nyilván, tehát nem muszáj a párjával felvenni. Azért vettem meg ezt a szettet, azért szerettem volna megvenni a szettet, végül csak az akkó marad, mert szerettem volna egy olyan outfitet, nevezzük így, ami picit extra, picit elegánsabb, fel tudom venni mondjuk egy érdekesebb rendezvényre, ahol picit jobban meg kell jelenni, vagy szebben, vagy nem tudom, elegánsabban, de nem akarnék túl elegánsam lenni. Szerintem ez nagyon jól megy, ez a set így egy bakancsal is akár. Ugye felhívja a figyelmet magára ez a szín szerintem, és pont azért tetszett meg nagyon, mert olyan különleges a színe, különleges az anyaga, amúgy picit büdi, különleges a színe, különleges az anyaga, valamiért úgy megfogott igazából, ez egy különlegesebb darab lenne így szedben, de önmagában is szerintem nagyon jól megy mondjuk egy műből nadrággal, akár egy fekete farmerral is el tudom képzelni, vagy akár mondjuk egy szilveszteri buliba is jó lehet. Szilveszterre gondoltam, azt hiszem, amikor megrendeltem, bár amúgy évek óta házi buliban vagyunk szilveszterkor, úgyhogy nem biztos, hogy idén lesz rá alkalmam, hogy kiöltözzek szilveszterkor, sőt, biztos, hogy nem. Általában papucsban, pizsiben szoktunk lenni olyankor. Na de, értitek, jó, ha van egy ilyen is itthon, úgy gondolom, úgyhogy ez nekem nagyon bejött, tudom, hogy nem mindenkinek tetszene, de hát nem is kell, úgy gondolom, úgyhogy szerintem ez szép, és várom, hogy a nadrág visszakerüljön a stockba, és akkor ezt is meg fogom rendelni. Az egyik kedvenc darabomat szeretném nektek bemutatni, ez már volt is rajtam, és egyszerűen imádtam, de annyira tetszik ez a zakó, hogy elmondani nem tudom. Ennek is van egy kis különlegessége, fekete, de van, tehát ilyen csillámos fekete, hogy is mondjam ezt nektek. Nagyon durván bugyos az ujja, ami nekem kifejezetten tetszik, és hosszú is ez a zakó, tehát takar, amit én megint nagyon szeretek. Gombos, van ilyen pici zseb elől, ami nem igazi zseb, hanem csak dekor. És ez alá én nem vettem semmit, csak egy melltartót. És tökéletesen dekoltált annyira, hogy pont annyit mutasson, amennyi kell. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik így az összhatás. Dávid szerint picit többet mutat, mint kellene, szerintem nem persze. Úgyhogy én ezt egy műből nadrágra vettem fel Budapesten, mikor voltunk legutóbb a csajokkal bulizni, és egyszerűen imádtam. Tehát ezeket a bugyos pufi ujjakat tényleg nagyon-nagyon szeretem, vagy vállakat nagyon szeretem, de a bugyos ujjakat is imádom egyébként. Szóval ez egy olyan darab, amit úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokszor fogok hordani, és egyszerűen imádom. Hogy esetleg nem vagyok annyira magasak, akkor szerintem ez egy zakóruhának is tökéletes lehet, sőt azt hiszem, hogy zakóruhaként volt talán fent az oldalon, ez is ASOS egyébként, de nekem ahhoz rövid, úgyhogy én a drággal hordom, de egyszerűen tényleg imádom, nagyon-nagyon tetszik. A következő darab is egy zakó, mondtam, nagyon sok zakó lesz ebben a videóban, de ez is egy olyan szerelem darab, tényleg H&M-ben láttam meg. Már nagyon rég vadászok egy olyan zakót, ami egyébként fehérben és feketében is, ami nagyon oversized, nagyon hosszú, olyan picit maszkulin, tudjátok, mondjuk ez annyira nem férfias, de egy olyan stílusú zakót szeretnék magamnak, és végre megtaláltam, nem annyira férfias a stílusa, de attól függetlenül még nagy és csüngő logó és hosszú, úgyhogy egyszerűen imádom.
jó az anyaga, semmi extra, ilyen az ujja, fel van egy picit vágva, és ami igazán tetszik nekem rajta, az ez a része itt a nyakánál, hogy ilyen, tudjátok milyen, ez a nagyon elegáns típusú. Én ezt annyira el tudom képzelni egy fekete farmerral, egy egyszerű fehér pólóval, magán kiegészítőkkel, egy magán magas sarkúval. Szerintem ennél nem is kell jobb outfit egy lánynak, legalábbis az én szememben ez az ilyen top. Én imádom a zakókat, ez pedig, nem tudom, az egyik legjobb zakó mostanában, úgy gondolom. Úgyhogy igen, szeretem H&M-es, és ebből én a 36-osat vettem, mert elég nagynak bizonyult. Akkor felpróbáltam gyorsan magamra, és jó volt. Fejezzük be a zakókat, mit gondoltok, vagy térjünk át valami másra, ne legyen nagyon unalmas ez a videó. Nem tudom, mit mondjak. Talán maradjunk a zakóknál. Ezt hamar elmagyarázom. Kettő zakó. Ezek az ilyen kis egyszerűbb fajták, az egyik fekete, nyilván a másik bézs. Semmi extra. Ez sokkal rövidebb, mint az előző, tehát azt szerintem látjátok. Húzott az ujja, ami nekem alapvetően nem szokott már tetszeni, de valamiért ezen mégis tetszett, és felvéve is szerintem jól mutat. Ilyen kis egyszerű az eleje, ami megint nekem nagyon-nagyon tetszik, és ez About You-s, ugye megrendeltem feketében, és megrendeltem ebben a bézsben is. Tetszett ez a szín. Nem tudom, olyan kis basic darabok, ezek szerintem farmerrel bármivel feldobja az ember is, és lehet ugye sportcipővel hordani, lehet elegánsabbra venni velük a figurát, és akkor egy magas sarkus szettel. Szóval annyira jól lehet őket variálni szerintem, hogy mindenkinek kellenek az ilyen kis. Következő darabunk is kicsit extrém. Szeretem az ilyen különlegesebb ruhákat mostanában, azt veszem észre. Ez a vinil zakó. Ugye egy tört fehér, vagy hát bézses színe van, és ilyen, hát ez egyben vinil, hát ilyen lakkozott anyagú, vagy nem is tudom, hogy magyarázzam. Nagyon tetszik benne az, hogy egészen fel kell gombolni, nagyon tetszenek ezek a zsebek rajta, ugye látjátok őket. És nagyon hosszú a derekán ez az öv, mert többször így körbe kell tekerni, és akkor lesz nagyon vagány szerintem. Igen, már lejött róla egy gomb valahonnan. Igen, innen. Azt hiszem, hogy beleraktam. A Nix-es partiban volt rajtam ez a zakó. Igen, itt van a gomb, majd visszavarom. Bár nem tudom, hogy a tű mennyire fogja vinni ezt a vastag anyagot, de szerintem megbirkózom vele. Ezt ugyancsak egy sima melltartóval vettem fel, vagy egy atléta volt alatta talán, mert egészen felgombolom, és én ezt nem kabátként, vagy jackiként hordom, hanem zakóként, vagy felső részként, amit nem veszek le egyáltalán, legalábbis a legutóbbi alkalomkor ez így volt. Nagyon-nagyon tetszik. Ja, és azt nem is mondom, hogy ezt képzeljétek el, szedben volt ez is, ászoszos, és meg is rendeltem az alsó részét is, ami egy nadrág, egy ilyen húzott aljú nadrág, de annyira rosszul állt rajta, úristen, hogy visszaküldtem természetesen, és magában fogom hordani, egy fekete nadrága, a fekete műbőr nadrága volt rajtam egyébként, és bakkancsal, és nekem az úgy nagyon tetszett az a kombináció, de szedben is kifejezetten jól néz ki, csak nekem nem volt egyáltalán előnyös az a nadrág, úgyhogy visszaküldtem egyszerűen. A váltyúra is tényleg... Ászoszra már azt hiszem, hogy kell fizetni 1 euró talán a visszaküldésért. Nem is tudom, hogy most ennek mi értelme van, mert annyira kevés az összeg, vagy hát ilyen jelképes összeg szerintem, de 1 euró, a vouchura pedig ingyenes a visszaküldés, úgyhogy az olyan szempontból egyszerűbb. Na hát jöjjön ez a set, amiről beszéltem, vagy amit megemlítettem még a kameles kabát kapcsán. Ugye zakó, mert hát miért is ne, és egy ilyen kis kosztümnadrág hozzá, ezt így egyben szoktam hordani. Nagyon sok helyen, nagyon sok emberen láttam már így ezt a kombinációt, kifejezetten tetszik, mert mégis fel vagy öltözve, kényelmes egyébként nagyon. Fel vagy öltözve, mutat valahogy a szetted, lehet hordani elegánsan, lehet hordani sportcipővel, én legtöbbször csak sportcipővel hordtam, igen, és nagyon jó, tényleg. Annyi ebben a különlegesség, vagy az érdekesség, hogy ez is ászoszos, ez a zakó, és ennek volt nadrágja az oldalon, amit megrendeltem, de az is borzasztóan rosszul állt rajtam, úgyhogy visszaküldtem. És képzeljétek el, voltam a Zarában valamelyik nap, is meglátom ezt a gatyát. Nem volt nálam ez a zakó, mármint nem ez volt rajtam akkor, de meglátom ugye ezt a nadrágot, és valamiért úgy éreztem, hogy ez a szín tökéletes lesz majd ehhez, úgyhogy
rizikó volt valamennyire, és megvettem, és bejött, mert szerintem tökéletesen passzol a kettő szín egymáshoz, tehát majd, hogy nem árnyalatra pontosan ugyanolyan ez a kettő, és sokkal jobban áll, mint ennek a párja állt rajtam, úgyhogy ez kifejezetten tetszik nekem, ez egy S-es méret, képzeljétek, pedig én egyébként egy M-es méret vagyok szerintem normálisan, úgyhogy jól jártam így ezzel a kis összetákolt kosztümmel, mert azóta is nagyon sokszor hordtam, de nem esik rólam ez a kombináció. Ezt szoktam felvenni egy fehér rövidújúval, és akkor rá a camel szövetkabátot és egy Skechers sportcipővel. Ez az új kedvenc szettem, elárulom nektek. De szóval, igen, ennek nagyon örülök, hogy megvan, mert tényleg nagyon vágytam már egy ilyenre. Ez ASOS, ugyancsak. És ez nem más, mint egy fekete farmer ruha. Ilyen bugyos a válla, ami mondom nekem nagyon-nagyon bejön, fehér a varrása, fehérek a gombok, és van a derekán egy öv, ugyancsak farmer anyagból, és valamiért nekem ez annyira tetszett, annyira különlegesnek találtam ezt a kis darabot, bár nem is annyira nagyon különleges, mert nincs benne semmi extra, de úgy gondoltam, hogy fel tudja dobni így a szettet, vagy így különlegesebb egy picit, hogyha felveszi az ember. És ebből én egy 38-asat rendeltem, de képzeljétek el elsőre, de nem volt jó rám, rövid volt, meg mellben egy picit szoros volt így a gomnál, mert ez alá sem veszek semmit, persze csak egy melltartót, szóval szerintem ez így néz ki jól, hogyha felgomboljátok. És akkor visszaküldtem, és rendeltem belőle egy 40-eset, ami már tökéletes. Igazából engem sosem zavart, hogy most pontosan hanyas ruhát hordok, a lényeg, hogy jól álljon rajta, meg úgy amúgy én érezem jól magam a bőrömben, így a számok szerintem egyébként egyáltalán nem számítanak, ugye. Meg másik rövid is volt, tehát, hogy nem vagyok nagyon magas, de azért magas vagyok szerintem, és rövid volt, nem volt egyáltalán komfortos. Szóval én ehhez mondjuk, amit el tudok képzelni, egy fekete a harisnya és átlátszóbb fekete harisnya, tehát tudjátok, az a kisebb denes, és mondjuk egy bokacsizma, vagy egy combcsizma, azzal is szerintem nagyon-nagyon jól tudna kinézni, vagy ha picit extrában szeretnétek, akkor egy magas sarkú is jól megy hozzá, úgyhogy én ezt alig várom, hogy felvegyem, még nem volt rajtam. Igazából Berlinben éreztem azt egy picit, hogy szükségem van egy-két különlegesebb darabra. Amúgy sosem voltam annyira úgy oda a márkákért, vagy hát nyilván nagyon tetszettek a márkás ruhák, meg a drágább ruhák, jobb minőségű ruhák, de sosem éreztem azt, hogy úristen, nekem is mindenféleképpen vásárolnom kell márkás ruhákat, úgyhogy nekem sosem voltak igazán ilyesmik a szekrényemben, sem táska, sem cipő, sem ruha. De úgy Berlinben éreztem azt, hogy mindenkin nagyon szép és nagyon drága és nagyon jó minőségű ruhák vannak, tényleg Prada, kabát, mindenféle nagyon durva márkás cipő, táska, és én ott jöttem-mentem a kis farmerommal, a kis rövidújjummal, de én abszolút jól éreztem magam, csak úgy éreztem, hogyha mondjuk meg kell jelenni egy érdekesebb vagy fontosabb eseményen, ahol picit elegánsabbnak is kell lenni, stb., akkor már lehet jobb lenne, hogyha lenne egy különlegesebb darabom, ami nem feltétlenül kell, hogy márkás legyen, tehát félreértés ne essék, csak egy picit nézen ki jobban, egy picit tudjak én is kiöltözni, mert úgy éreztem, hogy nem tudok. Úgyhogy ezért is vásároltam ezeket a különlegesebb darabokat, amik amúgy nagyon tetszenek nekem, csak úgy elfelejtettem vásárolni ruhát magamnak. Szóval, amúgy nem mondom azt, hogy nem tudnék elképzelni magamnak egy-két márkázott ruhát, ami úgy nagyon tetszik, vagy egy nagyon szép bakancsot, ami jó minőségű és márkás, mert biztos vagyok benne, hogy van a márkák között is olyan, sőt, amik megérik a befektetést, amik hosszú távon lesznek jók termékek, vagy amin ugye látod, hogy tényleg ez minőségi darab, és úgy ad hozzád valamit, vagy tesz hozzá az outfitethez valamit. Amúgy a márkásos cuccok, ruhák, táskák, cipők terén ugye Lydia Elise Milanjut mindig eszembe, mert neki vannak csak is kizárólag márkás cuccai, vagy hát nagy részben márkás cuccai is. Mindig nagyon jól néz ki az a lány, és mindig látod rajta, hogy úristen, ez most tényleg valami nagyon durván jó, ami rajta van. Őt szoktam nézni nagyon sokszor, kis aranyos, szerintem nagyon kedvelem. Úgyhogy nála például úgy, mikor nézem, úgy elkap egy ilyen gondolat, hogy ó, de jó lenne nekem is egy ilyen nagyon extra, vagány kis ruci, vagy egy jó minőségű csizma, nem tudom, úgy néha úgy elkap a gondolat, de aztán mégis lebeszélem magam róla, és nem veszek magamnak semmit, mert hogy azon a pénzen el tudnék menni nyaralni. Na de
azt nem mondom, hogy nem lesz egyszer egy-két márkázott ruhám, mert tetszenek, csak még most én nem jutottam el oda, hogy ez így fontos legyen számomra, lehet sosem fogok. Szóval azért is vásároltam meg ezeket a rucikat, mert szükségem volt egy-két különlegesebb darabra, ez is olyan, meg ugye az a két zakó és a csillámos zakók, amik szerintem nagyon jól néznek ki. Kettő darab nadrág maradt hátra, mind a kettő zárás, és ezeket szeretném figyelmetekbe ajánlani, mert én nagyon örülök, hogy rájuk találtam, kifejezetten tetszenek, és kifejezetten ilyen kis kincseknek látom őket. Az első az egy farmer nadrág, amúgy ezt vettem először, még nyáron, és ezt vettem nem olyan rég, és én mintha látnám, ugye ez sötétebb, mint ez. Ugye ez nagyon bejött, nagyon szerettem hordani, stb. És kellett volna nekem egy sötétebb árnyalat most így őszre télre, és akkor meglátom ezt, és úgy éreztem, hogy ez egy sötétebb verziója ennek. De most már nem vagyok benne biztos, hogy sötétebb, bár a kamerán sötétebbnek tűnik, de szerintem lehet, hogy ez már csak a mosások miatt lett egy picit világosabb, és ugyanazt a nadrágot megvettem kétszer, nem vagyok benne biztos, nem tudom. Az a típusú farmer, ami szerintem a legjobb. Farmer anyaga van, tehát olyan igazi farmeres hatású, igazi farmer végül is, de nagyon kényelmes. Nem az a mom jeans típus, vagy ez a boyfriend jeans, amit tudjátok, nem tud kényelmes lenni mindig, legalábbis számomra, hanem ez úgy rám simul, de mégis rugalmas, de mégis az a jó farmer anyaga van. Szóval kifejezetten imádom ezt a gatyát, magas derekú, szűk a szára, picit ki van vágva itt most ez még nem látszik, mert nem szedtem ki a belső farmer anyagot. Háta is nagyon jól néz ki hátul, ugye, szóval egyszerűen én ezt imádom, és darában bukkantam rá, úgyhogy ha valami ilyesmire vágytok, akkor én ezt tényleg ajánlom nektek, én mindig ezt a farmert hordom, annyira szeretem. A másik, ami ugyancsak egy ilyen kis kincs nálam, ez a műbőr fekete nadrág. Szeretem volna egy ilyet, az előzőt muszáj volt kilökkem, mert annyit hordtam, hogy meri a lába köz teljesen. Tudjátok, így szétment az anyag, szóval már nagyon ciki volt. Úgyhogy szerettem volna egy újat, és az árában találtam meg a tökéleteset. Picit bőrám derékban, de engem nem zavar. Nagyon tetszik ez a kialakítása, hogy gombos, tetszik, hogy van övtartója, jó itt hátul is a kis zsebbel, lent van rajta egy cipzár, tudjátok, olyan menőre fel lehet húzni, és annyira, tehát ami a legjobb benne az az anyaga, hogy nem az az idegesítő, kényelmetlen bőr vagy műbőr anyag, ami csak nem akarsz felvenni, hanem az a nagyon puha, nagyon rugalmas, nagyon jól esik, ha rajtad van. Azt hiszem, igen, belül ilyen kis pihi-puhi plüssös, szóval kifejezetten imádom ezt a gatyát, hogy Zarában találjátok, remélem, hogy még van belőle. Én amikor mentem, akkor még volt minden méret, lehet, hogy nagyon jókor jöttem, vagy mentem, szerintem azóta már elkapkodták, de hát ha jött belőle új adag, úgyhogy ha ilyesmit kerestek, én ezt tényleg ajánlom nektek, nagyon-nagyon szeretem. Amit még rendeltem, ez a pár cipő, magas sarkú bokacsizma végül is, ez is ASOS. Nagyon tetszett, mikor már megláttam, ugye van egy pici kis motívum itt benne, bővebb így a felső része, a sarka is olyan normálisnak tűnik, magas, de nem is az az extrém magas, az óra szép hegyes, ami nekem kifejezetten tetszik, én annyira nem szeretem már a kerekkorú magas sarkukat, úgyhogy ez egy teli találat, bár elmondanám azt nektek, hogy annyira fájt benne a lába, amikor Pesten ez volt rajta, amikor Pesten bulisztunk, hogy egyszerűen egész este csak magamat tudtam szídni, hogy nem vettem fel pakancsot. Azt álmodtam az éjszaka, úristen! Azt álmodtam az éjszaka, hogy ilyen platformos cipő volt rajtam, tudjátok, aminek így elől is van a nagy platformja, bár az szerintem már nem annyira szép, nekem nem tetszik. Na szóval az volt rajtam, és hogy imádtam benne járni, és nem fájt benne egyáltalán a lábam, egész nap csak járkálni akartam volna abban a cipőben, és álmomban megfejtettem azt, hogy azért, mert hogy annak platformja van, amiben van logika egyébként, na ennek nincs, úgyhogy lehet, hogy azért is fájt nagyon a lábam, nem tudom, de kifejezetten tetszik. Először volt rajtam, úgyhogy lehet azért is, bár nem sok köze van a kis talpacskámhoz. Még majd adunk neki egy esélyt, meg sok esélyt, mert szeretném hordani. Lehet meg kell szoknom, vagy el kell fogadnom azt, hogy bármit teszek, magas sarkúban fájni fog a lába. Amit pedig még rendeltem, és ebben garantáltan nem fáj senkinek a lába, ez a bakancs. Ugye a fekete bakancsokat már ismeritek nálam, azokat imádom hordani, és hát nagyon sok van belőle, nem kettő darab, de főleg egy, amit nagyon szeretek. Na mindegy, szóval a fekete bakancs az megvan, azt hordom. És szeretem volna valami hasonló, de mégis másat, valami világosabb tónusút.
Úgyhogy ezt rendeltem egy online boltból, Facebookon pörgettem, és csak megláttam egy hirdetésben, meg is rendeltem, és egyszerűen imádom. Fordított bőr, ugye világosabb a talpa, mint ez a része, nagyon kényelmes, nagyon szeretem, nem tudom már pontosan az online boltnak a nevét, de meg fogom keresni, és lerakom majd az infoboxba nektek. 40-es az enyém, és tökéletes rám, úgyhogy ez a kettő cipő jött még mostanában, és szerintem nagyjából ezek lettek volna az én kis őszi hol termékeim, remélem, hogy tetszettek, remélem tudtam adni egy-két jó tippet. Akartam még valamit mondani? Szerintem akkor ennyi lett volna ez a mai videó, bízom benne, hogy tetszett nektek, írjátok meg, hogy mi volt a kedvencetek a most látott termékek közül. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem ezt már nem mondtam el, de ha igen, akkor bocsi, és találkozunk legközelebb. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, és akkor tudom, hogy szeretnétek még ilyet, és akkor majd még lesz. Addig is sok puszit küldök nektek, sziasztok!